Kömlőd a Vértes-hegység lábánál a Tatai-hegysor dombvidékén fekszik. Területe részben a Gesztesi várhoz tartozott. Más része nemesi birtok volt, majd a Mohácsi vész után török uralom alá került. A 17. században református magyarok lakták és építették újjá. Birtokosai voltak a Badics, Pálfi, Szemerei, Pázmándi és Sárközi családok. A falu gazdagon termő földjein jó minőségű gabonát, zöldségeket, takarmányt és szőlőt termeltek. Volt hengermalma, szeszgyára és téglaégetője. Állattenyésztéssel is foglalkoztak az itt élők. Történetüket a református templomban ismertük meg, egy régi kömlődi család leszármazottjától. A család több mint 200 évig egyházfiként, harangozóként szolgált itt a kömlődi református gyülekezetbe, és ez egészen 2002-ig tartott, hogy a család így vett részt a gyülekezetnek a mindennapi életében. Azon zsellérek közé tartoztak egyébként az ősök, akik itt éltek ebben a faluban, mert itt több nagybirtokos ember volt, és azoknál nem cselédként, hanem alkalmi munkásként, amikor kellett, akkor ott dolgoztak, az legyen akár aratás, vagy ehhez hasonló, vagy vetés éppenséggel, de a saját magukét is, azt az egy-két holdat, ami volt, azt is hát meg tudták művelni, és hát azért nem olyan rosszul éltek. Az 1600-as évek második felében a reformáció elterjedésével kálvinisták telepedtek le a faluban. A Pázmándi család hívta be a református vallásúakat megszerzett birtokára. A pázmándiaknak kiemelkedő szerepük volt az egyház megszervezésében. 1740-től Kömlődnek már helyben lakó lelkésze volt. Ekkor épült a mai református templom elődje, az akkori törvényeknek megfelelően torony nélkül. Tornyát 1830-ban építették egy felújítás során. Való igaz, hogy annak idején ebben a faluban szintiszta reformátusok voltak, de a beházasodások kapcsán természetes, hogy más vallásúak is, de ők is azért részt vettek itt a gyülekezeti életben, hogy így mondjam, mert hát abban az időben egy Isten tiszteletre tudtak jönni, az pedig itt volt, békében voltak, tehát itt rivalizálás nem volt. A templom karzatán egy kiállítás emlékeztet a falu híres szülöttére, Pálóczi Horváth Ádámra. Lelkipásztor gyermekeként nevelkedett, az 1700-as évek végén országszerte elismert költő volt. Egyházi tartalmú versei a református énekeskönyvben is szerepelnek. Szintén kömlődi születésű Obernyi Károly színmű író, aki 1837-től Kölcsei Ferenc unokaöccsének, Kálmánnak a nevelője volt. Barátságot kötött Petőfivel, tagja volt a Tízek Társaságának, szerepe volt az 1848-as forradalmi események előkészítésében. Kömlődről származik a híres Percel Globus. Az 1,3 méter átmérőjű földgömb ma Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban látható. A Percel család egykori kömlődi háza előtt emlékmű áll. Percel Mór ide nősült, tehát a családból az idősebbik lányt vette nőül. Az az ének, amit annak idején az iskolából tanultunk, zúg az erdő, zúg a nádas, talán bizugatta, talán bizony Percel Mór a lovát ugratja, tehát az abból az időből való, amikor ugye menekülni kellett a szabadságharc bukása után. A történelem a II. Világháború után is itt hagyta nyomát a kömlődi református templomban. A karzat gerendáin lövedékek helyét lehet felfedezni. A háború alatt itt a templomot a felszabadító sereg mozinak használta, és rengeteg napraforgó fogyott, úgyhogy szombaton meg vasárnap hajnalban a nagyszüleim vödörszám hordták ki a padok alól, hogy hát mégis hogy nézne az ki, hogy istentisztelet alatt tele van szogyolával. Jöttek be, aztán valaki megbotlott és véletlenül elhúzta a ravaszt. Emberi életben nem volt kár, úgyhogy a másik az ott van fent a karzaton, meg lehet látni. Kömlőd családias hangulatú katolikus kápolnáját is érdemes felkeresni. 1973-ban épült, Boszkó Szent János nevét viseli. Az oltár fölött Kákonyi Asztrik falfestménye látható. A
A múlt század 90-es éveiben 7 országos bajnoki címet is magáénak tudhatott a kömlődi mazsorett csoport. Bejárták Európát, felléptek Afrikában, és állandó szereplői voltak a hazai fesztiváloknak. Serlegek, kupák és oklevelek mutatják meg a polgármesteri hivatalban, milyen eredményes volt a kömlődi mazsorett mozgalom. 91-ben már lázasan készültünk az akkor újjászerveződő foci csapatnak az első megmérettetésére, az első mérkőzésére, hiszen annak a céljából alakult meg abban az időben ez a csoport. Egy tapasztalt táncpedagógus házaspár, a Hegyesi házaspár vette át a csoportnak a művészeti oktatását. Tehát magát a szakmai fejlődést azt mondom, hogy onnan számíthatjuk. Hogy hová jutott el a csillagokba? Egy ilyen 1000 fős kis település számára, hogy eljuthattak a mi gyerekeink Tunéziába, Franciaországba, a környező országokban nagyon nívós eseményekre, a parlament előtt például táncolhattak. Hát ez számukra egy óriási dolog. Az akkori kislányok időközben kinőtték a mazsorettes fellépő ruhát, családot alapítottak. Az új generáció 2012-ben pörgette fel megint a tánccsoportot. Ma újra profi edzővel gyakorolnak a kömlődi lányok. Ez nem csak egy sport, egy tánc, hanem igazából egy közösségformáló egyesületről van szó, vagy délutánokról sokszor. Ugye a helyi fellépéseink azért bőven vannak, hiszen falunapon szoktunk fellépni, a szüreti felvonuláson, illetve a szüreti felvonulás végén is van egy színpadi fellépésünk, a helyi iskolába is szoktunk, pont a múlt héten voltak a kicsik fellépni itt, hogy azért ez a közösségérzet még jobban meglegyen, illetve azért itt környéken vagy a megyében, amik vannak ilyen nagyobb rendezvények, ott is helyt szoktunk állni. Amúgy fantasztikus, mert már 2 éves kortól vannak gyerekek nálunk, tehát nagyon kis tipegőktől elkezdve a szenior korosztály, ami a mazsorettben a 16-17 éves kort jelenti. Kömlődön új telkeket parcelláznak. Felújították az óvodát, épül egy új bölcsöde is. Ez azt jelenti, számítanak a fiatal családokra. Térjen be hozzájuk, aki Környe és Kocs térségében kirándul. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.